A háborús infláció következményeit gyakorlatilag az egész világnak viselnie kell. A Reuters szerint Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek hétfői tanácskozásán lehetséges útvonalként felajánlotta, hogy Magyarország területén keresztül történjen az ukrán export. Azért van szükség alternatív útvonalakra, mert az orosz haditengerészet blokkád alatt tartja a fekete tengeri ukrán kikötőket. Ezért nem jut ki Ukrajnából a gabona, ami a világ több országában is éhinséghez vezethet. A háború miatt 20-25 millió tonna gabona reket Ukrajnában, és a harcok miatt az idei termést is alig tudják learatni az ukrán gazdák. Joseph Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valódi háborús bűnnek nevezte korábban, hogy Oroszország blokkolja a Fekete-tengeri Gabon exportot.